500 faj, 5000 példánya él a Nyíregyházi Állatparkban. Az idei nyáron a szokásosnál is több a kánikulai nap, ami az állatokat is megviseli. Ilyenkor minden állatra saját igényei szerint fordítanak a szokásosnál több figyelmet az állatkert gondozói. Mindenkinek más-más az igénye. Hatalmas előnyt jelent az, hogy tölgyerdőben vagyunk, tehát érezhető az, hogyha valaki ide bejön hozzánk, akkor itt az árnyas fák között jóval alacsonyabb a hőmérséklet, de persze oda kell figyelnünk az állatokra. Hogyha sorra veszik őket, akkor lehet látni, hogy nagyon sok helyen önitató van, főleg a patás állatoknál, így a friss ivóvíz mindenkinek a rendelkezésére áll. Van ugye jeges mackó, általában ez a kérdés, hogy ő vajon hogy bírja, hát ő aztán luxus körülmények között él, feszített víztükrös medence, mellette hideg párásító rendszer és klimatizált barlang is a rendelkezésre áll az állatoknak. Az emlősök mellett trópusi tengeri halakat is láthatnak a vendégek az állatkertben, amelyekre ugyanúgy oda kell figyelni. Ezek az állatok nagyon érzékenyek, medencéjüket folyamatosan hűteni kell, míg a halak mellett élő korallok a túlzottan felmelegedett vízben akár el is pusztulhatnak. A park legnagyobb testű emlősei pedig, az elefántok, ilyenkor rendszeresen frissítő zuhanyt kapnak. A vastagbőrű állatok ilyenkor előszeretettel dagonyáznak, nagyon szeretnek sárfürdőt venni, hiszen a sár kiváló védelmet nyújt a napsugarai ellen, emellett az élősködők ellen is hathatós védelmet nyújtanak. A vastagbőrűek közül az afrikai és ázsiai elefántok pedig imádják, mikor locsolják őket. Ezt a vendégeink is láthatják, hiszen ázsiai elefánthölgyeket 3 órakor a trénerek locsolni szokták a nagy közönség szeme láttára. Természetesen a házi kedvencekre is jobban kell ilyen időben ügyelni, fontos, hogy naponta többször kapjanak friss ivóvizet, a napsugárzás ellen pedig mindig biztosítva legyen számukra hűvös hely. A sétákat a kora délelőtti vagy a késő délutáni kellemesebb órákra időzítsék, és soha ne hagyják őket a bezárt autóban, még lehúzott ablak mellett sem.